Sziasztok! Ez itt az Access Point Vlog 23. epizódja, melyben folytatjuk a PON hálózatokat bemutató sorozatunkat. Az előző epizódban taglaltuk a kültéri gerinc és lefedő hálózatokat, ebben az epizódban egy kicsit speciálisabb esetekkel szeretnénk foglalkozni. Tömbházas környezetben épületen belül használhatjuk a felszállóági technológiát, amivel gyakorlatilag bevezetjük a gerinchálózatunkat a lépcsőházba. Ennek a technológiának a célja az, hogy a lépcsőházban minimalizáljuk a kábelek számát, amelynek esztétikai és üzemeltetési előnyei is van. Érdekes átmenetet képez a védőcső és a kábel közt a közvetlen földbe fektethető bodydak kábel, mely egy poliamid védőcső és behúzó kábel ötvözete és lehetőséget biztosít olcsó és gyors ügyfélbekötéshez egyenesen az építményből. Ha már bejutottunk az épületbe, legyen az az előfizető lakása, egy közös helyiség vagy irodaépület, szükségünk lesz egy olyan demarkációs pontra, ahol a lefedő hálózatunkat végződtethetjük. Ez szálszámtól függően egy előfizetői fali doboz, vagy akár egy patchpanel is lehet. Innen az előfizetőnél helyezett berendezésig, ONU, switch, stb. A feladatra dedikált dobkábellel érdemes eljutnunk. A megfelelő dobkábel kiválasztásánál az alábbi szempontokat érdemes végiggondolnunk. Nem mindegy, hogy az ügyfél lakásában egy fekete, merev és gyúlékony, ami miatt jelen EU szabályozás szerint nem is alkalmazható, polietilén köpenyű kábelt használunk, vagy kimondottan erre a célra kifejlesztett, hajlékony, 657 A vagy B szálú, halogénmentes előfizetői kábelt. Ha kültérről közvetlenül kell bejutnunk az előfizetőig, akkor választhatunk egy dupla köpenyű, feszíthető dobkábelt, aminek a külső köpenyének ripkorddal való eltávolítása után egy vékony és hajlékony beltéri dobkábelt kapunk. Bármilyen típusú dobkábel mellett döntünk, érdemes mérlegelnünk egyik vagy mindkét végének gyárilag történő végzetetését csatlakozóval, vagy akár előfizetői dobozzal. Szintén fontos, hogy milyen és mennyi szálszámot szeretnénk a kábelünkbe. Ezen döntésünk befolyásolja a kábel hajlékonyságát és ellenálló képességét. A döntéseink befolyásolni fogják a bekötéseink esztétikumát, illetve a bekötésre és hibajavításra fordítandó időmennyiségét. Ez volt az Access Point Vlog 23. epizódja. A következő részben a különböző kötésszerelvényeket fogjuk górcső alá venni. Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok!